Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban a nyelvvizsgáról, pontosabban a nyelvvizsga sikeres megszerzéséről lesz szó. Nos, mindegy, hogy te Magyarországon vagy külföldön szeretnél-e érvényesülni és karriert építeni, mindegy, hogy itthon vagy egy másik országban képzeled el a jövődet, egy tényezőre, egy belépőjegyre mindenképpen szükséged lesz, ez pedig a középfokú angol nyelvvizsga. Én több mint 15 esztendeje foglalkozom angol nyelvoktatással, és a munkám jelentős részét azt teszi ki, hogy középfokú angol nyelvvizsgára készítem fel a tanítványaimat. Nagyon sok levelet és kérdést kaptam tőletek a nyelvvizsgával kapcsolatban, tippeket és tanácsokat kértek tőlem, ezért eldöntöttem, hogy készítek egy olyan tréninget, ami kizárólag a nyelvvizsgáról és a nyelvvizsga megszerzéséről szól. Ennek a tréningnek a nyelvvizsga elsőre nevet adtam. Nos, ez a tréning egy jó hosszú és részletes videóból és egy e-bookból áll, amiben tulajdonképpen belegyömöszöltem a 15 esztendő tanári és vizsgafelkészítői tapasztalatát, csak azért, hogy te minél könnyebben és minél gyorsabban megszerezhesd az angol középfokú nyelvvizsgát. A tréning részletes leírását lent találod ennek a videónak a leírásában. Ha követed a tanácsaimat, akkor valószínűleg elsőre sikerül majd letenned az általad választott középfokú angol nyelvvizsgát, legyen szó akár a BME, Origo, Euro vagy valamilyen más nyelvvizsgáról. A mostani videóban a tréning első fejezetét osztom meg veled, ami az időgazdálkodásról és a felkészülési idő helyes ütemezéséről szól. Ha szeretnéd egyszer és mindenkorra letudni ezt a problémát és megszerezni az angol középfokú nyelvvizsgát, akkor nincs más dolgod, mint írni nekem egy e-mailt, a videó leírásában lent találod az e-mail címemet, a levél tárgya legyen az, hogy megrendelés, a válaszlevélben pedig részletesen tájékoztatlak majd a további teendőidről. És akkor vágjunk is bele az első fejezetbe, és beszéljünk a helyes időgazdálkodásról. Tehát, hogy hogyan és mennyi idő alatt tudsz sikeresen felkészülni a nyelvvizsgára. Nos, nagyon-nagyon sok diák választja az év legutolsó időpontját a nyelvvizsgára. Ez tulajdonképpen egy távoli, ködös jövőbe vesző őszi dátum, és a diákok folyamatosan azzal nyugtatják magukat, hogy ej, ráérünk arra még, van még idő felkészülni, majd a jövő héten, majd a jövő hónapban ráállok erre a dologra, és elkezdem a felkészülést. Aztán telik múlik az idő, és addig-addig nyúlik ez a felkészülés, még végül már csak pár hét van hátra a nyelvvizsgáig. Ekkor pedig a diákok többségénél elkezdődik a kapkolás és a fejvesztett felkészülés a nyelvvizsgára. Minden egyes tényező, tehát az új szavak, a nyelvtani szerkezetek, a helyes levélírási struktúra, minden tegnapra kellene. A diákok aztán pedig ebben a feszült, stresszes állapotban vágnak neki a nyelvvizsgának, többnyire sikertelenül. Nos, akkor nézzük meg, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. A nyelvvizsga való felkészülésre minimum 2 hónapot, azaz 2 hónapot, 8 hetet szánj. Lehet több időt is rászánni erre, de a 2 hónapos, tehát a 8 hetes felkészülési idő a minimum. És most nézzük végig heti bontásban, hogy hogyan ütemezd ezt a felkészülési időt. Az első héttől fogunk menni a 8. hétig, a 8. hét végén lesz a nyelvvizsgád. Nézzük azt, hogy mit tegyél meg a legelső héten. Vedd meg az adott nyelvvizsgának a felkészítő könyvét. Minden egyes nyelvvizsgának van ilyen könyve. És emellett töltsél le próbateszteket az adott nyelvvizsga honlapjáról.
aztán határozd meg egy külön lapon, hogy mire hány pontot ad a teszt. Tehát milyen feladatokkal hány pontot tudsz szerezni. Ha ez megvan, akkor a felkészítő könyvből csinálj végig egy tesztet megszakítás nélkül. Igen, jól hallottad, nem állsz fel közben, hanem szépen ott ülsz órákon keresztül, és végigcsinálsz egy teljes hosszúságú tesztet. Itt látni fogod, tehát már az első héten látni fogod, hogy a jelenlegi tudás szinteddel hol állsz most. És kiderül az, hogy a későbbiekben mely területekre kell fókuszálnod. Nézzük, mit tegyél meg a második héten. Kezd a felkészülést azzal, hogy megnézed, hogy a próbateszt után meg területen szereztél legkevesebb pontot. Tehát melyik volt az a feladat, ahol a legkevesebb pontot szerezted, tehát ami a legrosszabbul megy neked. Én ezt a feladattípust, ez minden diáknál más, én ezt a feladattípust, tehát ami a legrosszabbul megy neked, úgy nevezzem, hogy buktató 1. Ezzel kell a leginkább foglalkozni, tehát ez a buktató 1. Járd körül részletesen, hogy milyen feladatokat tartalmaz ez a buktató 1. Mennyi időd lesz rá a nyelvvizsgán, hány pontot ér, és pontosan milyen típusú hibákat vétettél. Utána csináld meg az összes ilyen típusú feladatot a felkészítő könyvből, és keress hasonló feladatokat az interneten. Harmadik hét. Menj tovább a második, tehát a kettes számú olyan feladattípusra, ahol sok pontot vesztettél, természetesen ez lesz a buktató 2. Itt is csináld végig ugyanazt, tehát járd körül részletesen, hogy milyen feladatokat tartalmaz, vagy feladatot tartalmaz ez a buktató 2, mennyi időd lesz rá a nyelvvizsgán, hány pontot ér, és pontosan milyen típusú hibákat vétettél. Itt is, mint az előbbi az egyes buktatónál, csináld végig az összes ilyen feladatot a felkészítőkönyvből, és keress hasonló feladatokat az interneten. De ezzel párhuzamosan gyakorold a buktató 1-es feladattípusokat is. Negyedik hét. Menj tovább sorban a harmadik, negyedik és ötödik olyan feladattípusra, ahol pontot vesztettél, ugye ez lesz a buktató 3, 4 és 5, itt is ugyanazt fogjuk csinálni, tehát járd körül részletesen, hogy milyen feladattípus tartozik ide, hány pontot ér, és azonosítsd, hogy pontosan miért vesztettél pontot, miért hibáztál ezeknél a feladatoknál. Csináld végig az összes ilyen típusú feladatot a felkészítőkönyvből, és keress hasonló feladatokat az interneten. De ezzel párhuzamosan, tehát a 3, 4 és 5-ös buktatóval párhuzamosan gyakorold a buktató 1-es és 2-es feladattípusokat. Ötödik hét. Na itt már élesben kezdünk ráfordulni a nyelvvizsgára. Csinálj végig egy teljes hosszúságú gyakorló tesztet az elejétől a végéig. Nagyon fontos, hogy a gyakorlás során minél jobban szimuláld a vizsga környezetét. Tehát nincs megszakítás, nincs Facebook, nincs TV, nincs Instagram, egyedül és csendben ülsz az asztalodnál egy üveg ásványvízzel és egy tábla csokoládéval X órán keresztül. A teszt végén osztályozd le magad, olvasd el a megoldó kulcsból, hogy pontosan hány pontot szereztél, és mik voltak a hibáid. És itt is ugyanúgy határozd meg, hogy most már a egy hónapos felkészülés után melyik volt az a feladattípus, ahol a legtöbb pontot vesztetted a próbateszt során. Itt is ugyanúgy ezt fogjuk buktató 1-esnek nevezni. Következő hatodik héten. Keres a buktató 1-eshez hasonló feladatokat az interneten, és csinálj végig minél több ilyet. Emellett csinálj végig egy újabb, teljes hosszúságú gyakorló tesztet a felkészítő könyvből, amelynek a végén ugyanúgy leosztályozod magad, és megnézed, hogy melyik feladattípusnál veszítetted a legtöbb pontot.
a 7. héten, itt már nagyon közel vagyunk a nyelvvizsgához, csinálj végig minél több teljes hosszúságú tesztet ugyanúgy, tehát megszakítás nélkül, a tesztek végén osztályozd le magad, nézd meg, hogy melyik feladattípusnál veszítetted a legtöbb pontot, és keresd hasonló gyakorló feladatokat az interneten. És végül eljött a 8. hét, az utolsó, a vizsga előtti hét. A nagyon sok diák ilyenkor aztán igazán belehúz a felkészülésbe, és elkezd őrült módon kapkodni. Én pont az ellenkezőjét javaslom. Tehát a 8. héten, a nyelvvizsga előtti héten minél pihenj, minél többet, tehát figyelj arra, hogy minden nap meglegyen a napi 8 óra alvás, és hagyd, hogy leülepedjen az a tudás, amit az elmúlt 2 hónapban felhalmoztál. Az utolsó héten még van néhány apró feladatod, győződj meg róla, hogy pontosan tudod, hogy hol kerül sor a nyelvvizsgára. Ha kocsival mész, derítsd fel, hogy hol tudsz a vizsga napján a vizsgala épületéhez legközelebb parkolni. Ha tömegközlekedéssel mész, akkor egyszer járd végig az utat, és határozd meg, hogy otthonról pontosan mikor kell elindulnod ahhoz, hogy időben odaérj. A vizsga előtti napon, tehát közvetlenül a vizsga előtt győződj meg róla, hogy minden szükséges felszereléssel rendelkezel, tehát ami engedélyezett a nyelvvizsgán, tehát van működő íróeszközöd, radír, egynyelvű szótárad, amennyiben ezt a nyelvvizsga engedélyezi, ásványvíz, szőlőcukor tabletta és csokoládé. És így szépen elmehetsz másnap a nyelvvizsgára. Nos, köszönöm a figyelmet, örülök, hogy megnézted ezt a videót. Ha szeretnéd megszerezni a többi fejezetet is a tréningből, akkor nincs más dolgod, mint írni nekem egy e-mailt. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!